át vele ebben a műtőben is. Nem véletlen tehát az új év első téma választása se, akadémiákon a mai tervekről, megvalósításról fog szólni, csak éppen városi mértékkel az alpolgármester úr. Megegyéntek, hogy bemutassam, Nagy Sándor alpolgármester. Tetszenek tudni, a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ma Magyarországon rendelkezésre áll, az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrás, ezt terület és település fejlesztési operatív programnak hívják ezt a fejlesztési keretet, és ezt röviden TOP-nak hívjuk, úgyhogy amikor Szeged arról beszél, hogy a topos pénzt költi, ezt a kifejezést ezt sokszor szokták tőlünk hallani, akkor az Európai Unió pénzét költjük, és itt van egy felsorolás, hogy 22 megyei jogú város milyen arányban részesült ebből a keretből. Azt kell mondjam, hogy Szeged méretéhez és lakosság számához mérten arányosan részesült ebből az Európai Uniós keretből. És ennek a úgynevezett topos forrásnak, topos pénznek, ami ugye közel 34 milliárd forint, a jobb oldalon látható 33 milliárd 870 millió forint, ennek van egy belső felosztása, amit többé-kevésbé készen kaptunk, egy picit tudtunk rajta, de tényleg csak picit tudtunk rajta módosítani, amit a magyar kormány letárgyalt az Európai Unióval. Én most egy nem véletlenül a nagyobbakat fogom felsorolni. A tegnapi újságban is, vagy a mai újságban, a tegnapi sajtótájékoztató benne volt, hogy indult ugye a Korondi utcai rendelőnek a Újszegeden a felújítása, de néhány hete volt róla a tájékoztatás, hogy a budapesti körúti rendelő is elindult. Ugye tetszettek biztos hallani róla, hogy Dorosmán új rendelőt, egészségházat építünk, és folyamatban vannak még egyéb tervezési munkák is. Ezek bizonyos értelemben, most ez viccesen hangzik, a kicsi projektek. Tehát néhány 100 millió forintos projekt, az most kicsinek számít egy 34 milliárdos keretben. Marha nagy táblázatunk. Ott jelenleg 104 sor van. Rengeteg kisebb munkát végzünk, óvodákat, bölcsödéket, orvosi rendelőket felújítunk, rendbe teszünk, lesznek busz megálló felújítások, hasonló. Itt most, amiről szeretnék beszélni, azok a nagyobb léptékű projektek, ebből is van, hála Istennek, szép számban. Amit elsőként hoztunk, és az összegszerűségében is már nőtt is a diához képest, ha szabad így fogalmazni, a Elihez vezető út. Ez egy gazdaságfejlesztési program, amikor a bajnai kormány elindította, akkor is gazdaságfejlesztési programként indult el. Gazdaságfejlesztési pénzből épül ez a projekt, és azt gondoljuk, hogy túl azon, hogy nyilván minden szegedi számára büszkeséggel említhető az, hogy a városban egy nemzetközi léptékben is nagyon jelentős alapkutatást végző kutatóközpont jön létre. Ennek ugye az átlagpolgár számára akkor jelenik meg a haszna, hogyha e köré egy ipari park tud települni. Ezért még egyébként kell dolgozni, de amit a város ehhez hozzátehet, az az, hogy a közlekedési kapcsolatát ennek a területnek javítja. És a következő néhány program, és az interjúban kérdezték tőlem, hogy melyek azok, amik specifikusan az idősebb korosztályt érintik programok a nagy fejlesztések között. Úgy gondolom, az egyik kategória ezek a zöld város, a park, zöld terület fejlesztések, hiszen úgy gondolom, hogy ez a korosztályhoz, amelyik többek között szokta használni a zöld területeket, parkokat arra, hogy megpihenjen, családban, vagy ahogy adódik, egy kicsit kikapcsolódjon. A Ligetben egy aktív pihenés lehetővé tevő fejlesztés fog zajlani. Amint látszik, van egy térkép a bal oldalon, hogy ezek a jelenleg meglévő funkciók. Ezekhez képest úgy kell, vagy úgy kívánjuk bővíteni a funkciókat, hogy ugyanakkor a zöld terület is növekedjen. Ezt a programot valóban zöld városnak hívják, és a pályázati kiírás feltételei is olyanok, amik a zöld terület növelését ösztönzik, és ez addig a szintig megy, hogy le van korlátozva, hogy mennyi pénzt költhetünk
járdára, tehát a pénz nagyobb részét nem szilárd burkolatra kell költeni, le van korlátozva, hogy mennyi pénzt költhetünk mondjuk játszóeszközökre, egyáltalán költhetünk pénzt például köztéri műalkotásra, magyarul szoborra. A legjelentősebb dolog, ami itt történik, és amire évek óta visszatérő, nagyon karakteres lakossági igény volt, ez a bizonyos futókör. Ez egy központi elem, ez természetesen kivilágítva, hogy őszi időszakban is lehessen estig használni, és bekamerázva. Azt kell mondjam, hogy a legzöldebb aktivisták is elégedettek ebben a pillanatban a terület használatával, mert egy olyan terület használat valósul meg, ahol meg tudunk felelni a természetvédelmi szempontoknak is, minimalizálni tudtuk a fák kivágását, és akkor ugye jön a természetvédő, azt mondja, hogy de ne vágjuk ki teljesen, mert rovar hotelnek az nagyon kell egy területen. Tehát minden szempontra figyelemmel voltunk, a futókörrel, az edzőpályával, kutyafuttatóval, és hát azzal, hogy egyébként ugye a szabadtéri színpad is felújításra kerül. A következő diaszol, ez a belső tarján, a budapesti körútól a Debreceni utcáig terjedő rész, ugye a József Attila és a Szilvéri Sugár út között, erről is volt már több lakossági egyeztetés. Itt egy olyan terv készül, ugye a két látványterv az az Építő utcai iskola előtti teret, ágázó jelölt a Csongor tér környékét. Mind a kettő olyan része ennek a városrésznek, ahol a lakótelepen belül nagyobb gyalogos zóna van önállóan kialakítva, de maga a gyalogos zóna elöregedett. Tehát az ottani burkolatok régiek, a szökőkutak nem működnek, a növényzet tönkrement. Ugyanakkor a tervezők azt mondják, hogy 40 évvel ezelőtt, amikor ezt kialakították, azok a tervezők jó munkát végeztek, hogy egyszerűen fogalmazva, tehát az eredeti tervek logikáját megújítva, a burkolatok megújítva, a zöld területet megújítva, egy nagyon jó minőségű közterületet lehet kialakítani. Mikor építették ezeket a lakótelepeket, akkor minden második lakáshoz terveztek egy parkolóhelyet. Hát az élet elment emellett a tervezési koncepció mellett. Azt lehet mondani, hogy egyébként ma az építési szabályok azt is mondják, hogy minden lakáshoz kell parkolóhelyet biztosítani, de ezt utólag megteremteni a házak között rettenetes nehéz. Ez megint csak a tervezők nagyon komoly munkát végeztek, hogy megtalálják azokat a helyeket, akár régi barakok elbontásával, akár út szélén kialakítva, megtalálva a helyszínt, ahol lehet többlet parkolóhelyet biztosítani, és több mint 100 többlet parkolóhelyet fogunk tudni biztosítani. Ami új elem itt megjelenne, ami néhány helyen már sikert adott, ez a sikert adatot, ugye ez a közösségi kert, egy-két helyen működik már a városban. Ott ugye ez azt jelenti, hogy a környéken lakók családdal, gyerekekkel kis kert darabkákat tudnak gondozni, akár saját maguknak ott megtermelnek valamilyen zöldséget, és hát egyfajta ilyen közösségi élményt jelent majd ez a ott lévők számára. És azt említettem a Ligetnél is, hogy ott is létesítünk kutyafuttatót. Ha nagy bajt akarok magamnak, akkor ugye hosszan beszélek a kutyás problémáról, mert abban biztos nem lehet békét teremteni, de abban meg szintén biztos vagyok, hogy helyet kell biztosítani a sűrűbben lakott városrészekben is arra, hogy el lehessen engedni a kutyákat, hogy meg lehessen sétáltatni, nek óráz nélkül kvázi. És ezért új kutyafuttatókat is létesítünk. Zöldvárosos projektünk ugye ez az odesszai fejlesztés. Ez egy kompaktabb terület, ugyanakkor ez a legöregebb lakótelepek közé tartozik ugye Szegeden. A odesszai ABC mellett van ugye jelenleg is egy ilyen kis piac féleség. Ebbe a kicsit ilyen ovális alakú új tér kompozícióba, ami biztosítja a piac létesítés vagy működtetést a jövőben is, de ugyanakkor biztosítja azt is, hogy ez egy kicsit ilyen gyülekező térként is, vagy pihenő térként is szolgáljon az a terület. Az is le van egyeztetve, hogy a túlsó végén ebbe az ívelt
struktúrába ebbe be tudjon illeszkedni a jelenlegi zöldséges is. Van egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként talán érdekes elmondani. Amit pénzt elköltünk, csak az önkormányzat vagyonára költhetjük. És itt az odesszai területen nagyon nagy társasházi vagy lakásszövetkezeti területek vannak. Tehát ugye a hagyományos lakótelepi épület az a ház és egy méter körbe. Ugye ez a úszótelep. De itt vannak lakásszövetkezeti területek. De sajnos ezt nem tudtuk megoldani, tehát lesznek ilyen szigetszerűen kihagyott területek, ahova egyszerűen nem szabad pénzt költenünk, azért mert a pályázat kiírója szempontjából ez magánterületnek minősül. Az a Stefánia Móra Park környékének a rendbetétele, úgyhogy a végső projekt az a Stefánia, a Móra Park, egészen a Halászcsárdáig terjedő rész, tehát a Belvedertől a Halászcsárdáig terjedő rész, és ennek ugye a kiemelkedő, és azt kell mondjam, hogy a város presztízse szempontjából is kiemelkedő részlete, az a képen is látható szökőkút. A szökőkút az megépül ilyen formában, tehát hogy tudja ezt a nagy vízjátékot, tehát középen nagyon nagy fokával nyomja, nagy vízsugárral, mellette kisebbek. Most már ugye ezek, ott tart ez a technológia, hogy a vízsugarakat egyenként lehet szabályozni. Második legnagyobb szökőkútja lesz ez a Móra Parkja a Margit-szigeti után. Hát mi most tervezünk, ezt valami közbeszerzés megmondja, hogy kiszállítja, de a műszaki specifikációban ugyanolyan színvonalú berendezések kerülnek be, mint a Margit-szigetibe, és ugyanolyan módon programozható is. Tehát meg lesz az a szökőkút élmény, amihez hozzászoktunk, sőt azt gondolom, hogy több, mert az egyes vízsugarak egyesével szabályozhatók, és mondjuk így tud kvázi billegni így a játszani ugye a víz felett, vagy hullámozni a felszíne a vízsugarak tetejének, vagy zenére megnyitni a szelepet, elzárni a szelepet, tehát. És amellett, hogy ezt tudja ez a szökőkút, ezt nem egy 70 centis, 1 méteres medencéből jön ki a víz, hanem meg lehet oldani, azt ilyen kisebb helyeken már megcsinálták Szegeden is, hogy egy járható kőburkolat van, amire lehet vizet ereszteni, tehát mondjuk egy reggeli napsütésben, amikor még nem megy a szökőkút, lehet egy 3-4 centis vizet a térre tulajdonképpen kiereszteni, és akkor tudjuk biztosítani ezt a tükröződést. Aki reggel 9-kor oda megy a múzeum elé, akkor meg tudja nézni, hogy tükröződik a múzeum épülete a éppen nem szökőkút vizében. Tudjuk azt biztosítani, hogy beindul a szökőkút, és akkor már csak egy nagyon pici víz van, amennyi kicsapódik a fúvókákból, és hogy ott elfolyik a kőlapok között, és a bátor gyerekek azok befutkoshatnak, ugye meg kifutkoshatnak. Hát és napközben lehet egy ilyen aktív szökőkút használatot biztosítani, és aztán amikor lemegy a nap, akkor meg azt mondják a szakemberek, hogy úgy, ahogy a Margit sziget, ami valamilyen esti időpontra meghirdetni, hogy egy színes fényekkel megtámogatott, látványosabbá tett szökőkút program menjen, 40-45 perc, nem tudom, majd kitalálják, akik értenek. A múzeum azt mondja, hogy egyébként ő neki most múzeumok éjszakája van, és mondjuk egész napos programot csinálna a téren, akkor szökőkutat le tudjuk állítani teljesen, és teljesen járhatóvá válik ez a terület, kiszárad, hogy tetszik, tehát nyugodtan oda lehet menni. Stefánia részen ott a tervezők arra szeretnének reflektálni, hogy Szegednek van egy vízi múltja, tehát az oda kikerülő játszóeszközök, tér alakítás ott, ahogy a padokat alakítják, ilyesmi, abban lesz egy utalás arra a vízi világra, ami Szegeden azért megvolt, tehát a halászok eszközeire, a csónakokra, a bárkákra, ilyesmire. Az ott ugye ez a helyi közlekedés, ebben nem akar belemászni a kormányzat, érdekes módon. Mindenesetre az uniós forrás erre is rendelkezésre áll. A két rajz, az a Tisza-Lajos körút északi és déli vége. Ugye az ifjúsági ház sarkán van egy torlódási pont, ahol a
reggeli csúcsban rakpart fele igyekvők, föltartják a belváros fele igyekvőket, és föltartják ezzel általában a trollit is. Az egy célja a városnak, hogy a közösségi közlekedés trollit, buszt, villamost előnybe részesítsük, mert ugye egy trollin vagy egy buszon reggeli csúcsban azért 70-80, akár 100 ember is van. Színes ábra az a Tiszalajos körút déli részének, a Dunamis téri kettős körforgalomtól a SZTK rendelőig tartó résznek a rekonstrukciójáról szól. Azt most nem akarom elmagyarázni pont, hogy a buszsávok hogy lesznek átalakítva, de át lesz alakítva, a teljes útburkolat rekonstrukció lesz, és a zöldsáv a Tiszalajos körút többi részéhez hasonló módon kerül kialakításra, és most úgy néz ki, hogy ebben még az is belefér, hogy a járda is ezzel a klinker téglás, tehát egy nagyon magas minőségű közterület kerüljön kialakításra. A fegyes pontuszod az abban különbözik az egyébektől, hogy ezt az önkormányzat saját forrásaiból kívánja megvalósítani. Ez megint egy olyan beruházás, amit, hogyha elkértük az egyetemtől a mit tartanak fontos fejlesztési célnak a szegedi típusú felmérést, viszont hogyha elkérjük tőlük ezt az adatot, az derült ki tavaly is, hogy a sportbuszod az ott van az első kettő között általában. Tehát ez egy visszatérő igény. Tulajdonképpen, ha más városokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor is azt kell mondjam, hogy jogos. Ez egy nemzetközi szabványoknak megfelelő uszoda lesz. Ez azt jelenti, hogy bármilyen nemzetközi úszó vagy vízilabdázó eseményt Szegeden innentől kezdve meg lehet rendezni. Hát ugye az ütemezés szerint a jövő év végére kell az úszoda megvalósuljon. Ez az ábra, ez a közlekedési szokások változását mutatja, most nyilván hátulról nem látszik. A baloldali oszlop 1994, a jobboldali 2015 és közte 2009-11. De az összhatása a történetnek az az, hogy a utasoknak, ha úgy tetszik, az egyharmada eltűnt a tömegközlekedésből. Nyilván, aki tömegközlekedett, annak egy része meg most autózik. Aki meg autózott, annak egy része biciklizik. Ez a tavalyi felmérésből van, származik ez az adat. És az derült ki, hogy törvény alapján ingyenesen utazik jelenleg a szegedi utasok 1/5. Ez igazából addig ez nem probléma, amíg azt mondjuk, hogy hát jó, ez természetesen ez egy tök jó dolog, mert egy szolgáltatást tudunk biztosítani, el tudnak jutni az emberek a céljukhoz. De ugye az állam kötelezővé teszi nekünk ezt a szolgáltatást, és ad ehhez körülbelül 380-390 millió forintot. Miközben, hogyha korrekt akarna lenni ugye a magyar állam, akkor a szolgáltatás költségeinek az 1/5 kéne ugye ideadni. Csak az önkormányzatnak ki kell fizetni, és akkor jön a másik szám, hogy maga az, hogy tömegközlekedést biztosítunk, az az idén valószínűleg több mint 6,5 milliárd forintba fog kerülni. 6,5 milliárdba. Annak az 1/5 az finoman szólva több mint 400 millió forint. Tehát ott nagyságrendileg az állam 1 milliárd forinttal a vízbe hagy minket, vagy nem tudom, milyen kifejezést használjuk. Tehát minden évben termel nekünk 1 milliárd forint hiányt az állam a törvények ilyen sajátos alkalmazása révén. Az nagyon erősen érződik, hogy a városi tömegközlekedésből az állam vonul vissza, finanszírozási szempontból ide keveset pénzt kapunk hozzá, és egy ilyen harapófogóba kerül az önkormányzat, amely egyébként a szolgáltatást szeretné fönntartani, és szeretné magas színvonalon fönntartani, és ugye erre nagyon sok pénzt költöttünk az elmúlt években, hiszen 29 milliárd forintnál többen, közel 30 milliárd forintot költöttünk ugye a villamos meg a trolli hálózat fejlesztésére. Ez volt a finanszírozási oldal, és hogy miért érdemes a tömegközlekedésre költeni, és ezen belül is miért érdemes az elektromos tömegközlekedésre költeni, és hogy ezt már Németországban kikutatták, és ez így van, hogy a villamos az erős utas vonzó hatással bír. Tehát, hogy
ahol van villamos, ott szívesebben tömegközlekednek az emberek, és az derül ki, hogy a villamossal rendelkező városokban ott helyi közösségi közlekedést 46%-ban használnak az emberek. Ez ugye Szegeden akkor 43 volt 2011-ben. A villamossal nem rendelkező városokban 28%-ban, tehát 18%-kal többen. És az autónál megfordul a helyzet. 25% használ autót átlagosan a három villamosos városba közlekedésre, és 36% használ a nem villamosos városokban. És itt ugye azért jó az összehasonlítás, mert hasonló méretű városokról van szó. Mindegyik, tehát mind a két csoportban van hegyes, völgyes, mint Miskolc, meg Pécs, meg van lapos, mint Székesfehérvár, meg Szeged. Tehát bizonyos értelemben releváns az összehasonlítás, és az látszik, hogyha egy városban van villamos, akkor ott többen járnak villamossal, busszal, trolival, és kevesebben személyautóval. És a városi közlekedés szempontjából ez egy nagyon nagy dolog. Ez azt jelenti, hogy azon az úton, ahol most Szegeden két autó megy, azon az úton mondjuk Pécsen három. Tehát azon az úton, ahol Szegeden még nincs dugó, azon az úton Pécsen már dugó van. De természetesen ez kevesebb környezetszennyezést is jelent, kevesebb zajt jelent, jobb életminőséget jelent az utak mentén. Tehát ez valahol ezeknek a városoknak az életminőségében is egy plusz jelent, egy pozitívumot jelent. És akkor persze így már értjük azt, hogy ha ide jön egy külföldre, akkor, és mondjuk mikor ide jött a BP, kicsit távolinak tűnik a történet, azért ők azt megkérdezték, hogy milyen helyszínt javaslunk, és elsőre a villamos mellettit választották. Hogy ide könnyen el fognak jutni az ő dolgozói. Tehát ez egy szempont volt. Tehát akkor, amikor 29 milliárdért építettünk az előző uniós ciklusba villamos hálózatfejlesztést, vettünk új járműveket, akkor úgy gondolom, hogy hosszú távon alapoztuk meg azt, hogy ennek a városnak használható, jó minőségű és sokak által használt tömegközlekedése legyen, és ami a vicces, hogy ez még a autósoknak is jó. Ez lett volna a mai előadás, szerintem nagyjából tudtam tartani. És akkor kérdés, de itt van főnök, aki megy. Igen, jön benne a szavak. Erre csak a legkiválóbbak képesek, ami városvezetésük kiáll. Örülök neki, hogy Nagy Sándor alpolgármester úr elvállalta, és részvedelben menően ismertette a városnak ezeket az elképzeléseit, és úgy lássuk, hogy talán valamennyi pénzmag is rendelkezésre áll már ehhez, és így talán a közeljövőben meg is tudjuk valósítani. Biztatónak hangzott a tömegközlekedési fejlesztés, és hát nem van nagyon jó szívben, de tudomásul vettük, hogy kifogásolják a tarifa emelésnél a nyugdíjasok költségét. De hát azt gondolom, hogy ezt lehetett volna karba tartani, hogy amikor bevezették ezt a 65 éves kedvezményt, azóta maradna ez a 100%-os támogatás, sajnos nem marad. Bejelenteném, hogy a következő előadásunk, a hetedik, ugye, az a... Bocsánat. A hetedik azt mondja, hogy a agykutatás legújabb eredményei, ezt a Vécsei László professzor úr tartsa, én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon-nagyon nagy érdeklődést a számok tart, ma a divatbetegség jött a stroke. Szerintem az előtt is volt, csak azt mondtam, hogy jelentő